Napi rend előtt köszöntötték a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium Technikum és Kollégium sikeres tanulóit és felkészítő pedagógusait. Tisztelt televízió nézők, tisztelt megjelentek! Február 25-én került megrendezésre a Letia OB, legyél te is agrárgépész, országos bajnokság döntője, melyet az idén is az online térben tudtak csak megvalósítani. A résztvevő csapatok nagyszerű teljesítményt nyújtottak és remekül oldották meg a szakmai zsűri által összeállított feladatokat, így rendkívül szoros végeredménnyel, de első helyezett lett a Pionier Team csapata, a karcagi Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium diákjai, név szerint Décsei Attila, Nagy Pál, Ragályi Mihály, Szabó Sámuel és Kis László, míg második helyezett lett a Kemény Mag csapata, szintén a karcagi Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium diákjai, név szerint Csala Dávid, Farkas Máté, Szabó Erik, Adamik István és Semsei Márk, felkészítő pedagógusok, Simon Gyula tanár úr volt. Az elért eredményekhez Karcagváros önkormányzata nevében gratulálok mind a diákoknak, mind a felkészítő pedagógusoknak, hasonló eredményeket, sikereket kívánok valamennyiőjüknek. Felkérem Simon Gyula felkészítő pedagógust és a tanulókat, hogy legyenek szívesek kifáradni és egy-egy ajándékot átvenni. Karcagváros polgármestere költségvetés módosításának tárgyalása során jelentette be, hogy újabb két pályázat lett sikeres és kapott támogatást. A nagy vénkerti városrész csapadékvízelvezetése, játszótér és közlekedés biztonsági fejlesztése 500 millió forint, a Kinizsi úti óvoda tetőcseréje 60 millió forint támogatásba részesült. Mielőtt szavazunk, azért örömmel szeretném bejelenteni, hogy várhatóan a következő testületi üléseken is módosítani szükséges, hiszen nem olyan régen kerültek pályázataink beadásra a top pluszos pályázatokban. Így örömmel mondom, hiszen tegnap, illetve a mai napon érkezett két támogató nyilatkozat, amelyben a Nagyvénkerti városrész csapadék elvezetésére 499.999.985 forintot, tehát közel 500 millió forintot nyertünk, amely a Nagyvénkerti városrész csapadékvíz elvezetését, illetve az ottani utak, egy-két zebra elhelyezését, okos zebra, okos pad és játszótér kialakítását is tartalmazza, legalábbis a beadott pályázat szerint. Nyilván ezeket felül fogjuk vizsgálni, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hír, illetve a másik támogató okirat, ez pedig a Kinizsi úti óvodának a tető felújítására kaptunk támogatást, 59.655.543 forint értékben, tehát 60 millió forint támogatást a Kinizsi úti óvodának a felújítására, úgyhogy mindenképpen dolgozni kell majd még a költségvetés módosításán, vélhetően így akkor a főösszegek is egyre följebb kerülnek majd tornázásra. Az önkormányzatülés elérhető a Karcag Média Centrum applikációjában is.